Az ejtőernyős baleset után tolószékbe kerülő gazdag arisztokrata, Filip, felfogadja otthoni segítőnek a külvárosi gettóból jött Driszt. Azt az embert, aki most szabadult a börtönből, és talán a legkevésbé alkalmas a feladatra. Két világ találkozik, és ismeri meg egymást, és a közös élmények nyomán kapcsolatukból barátság lesz, amely szinte érinthetetlenné teszi őket a külvilág számára. A regényből 2011-ben készült francia filmadaptáció a nagy nemzetközi siker után már a kultikussá vált, és sikeres színpadi feldolgozások is születtek belőle. Szabó Máté a rendező úgy véli, az igaz történet a tehetség és a tehetetlenség találkozása. Nagyon egyszerű, és mégis nagyon nehezen megtalálható válasz. Erre szükség van arra, hogy az embereket erre emlékeztesse. Ez a történet is nagyon nagy derűvel és humorral teszi meg, és nagyon irreguláris módon, úgyhogy ez szerintem egy nagyon különös és hasznos történet. Szabó Máté korábban is dolgozott már a nyíregyházi társulattal. Lelkesen tért ide-vissza, és örül, hogy a nyíregyházi színészekkel fejti meg ezt az izgalmas történetet. Kifejezetten jó eső volt így a városon végigmenni, meg pozitív élmény volt. Ezt valóban tényleg most érzem, úgyhogy erről most lehet vallani. Az előadás főszerepeit Horváth László Attila és Gulyás Attila alakítják. A darab premierjét október 28-án tartják a Móri Zsigmond Színház nagy színpadán. A szórakoztató történet bizonyára sok izgalmas meglepetéssel szolgál majd.